Először köszönthetem vendégeink között Pásztor Annát és gyermekeit, Zoét, illetve Benjit, illetve itt van velünk Sárdi Anna is, aki dúla. A közös témánk pedig nem más, mint az, hogy császármetszést hogyan tudnánk elkerülni, mert hogy Anna, te aztán egy igazán hihetetlenül energikus ám, de laza ember vagy, és ez még neked is egy olyan törést okozott, amit abszolút felvállaltál, hogy na, ez nem úgy volt, ahogy te elképzelted. Nem. Eleve én sehogy sem képzeltem el, tehát nekem nem voltak ilyen prekoncepcióim a szüléssel kapcsolatban, se az anyasággal kapcsolatban, tehát fejes ugrás volt. És akkor gondoltam, hogy hát annyi embernek sikerült. Miért nem enne? Szülnie majd csak lesz valahogy. És 3 héttel a szülés előtt én elkezdtem nagyon rettegni magától a szülést. Én általában semmitől nem félek. És akkor annyira elkezdtem félni a szüléstől, mert életemben még nem tapasztaltam magamon. És hát szépen elérkeztünk odáig, hogy akkor jön a szülés, és csak nem tágult semennyit ugye a mélyszáj. És el kellett indítani a szülést, és akkor volt egy ilyen 15 órás előjáték, úgymond, és amikor már semmi nem működött meg, a Benjike szép hangja már elég rossz volt, akkor hirtelen egy sürgősségi császárral fejeztük be. Császár az igazából utána a legpocsékabb az első pár napban, tehát az világvége, főleg úgy, hogy mindent megpróbáltuk, hogy természetes legyen a szülés. Tehát teljesen tönkrevágtuk az egész külső és belső berendezést, és még a császárheg. Úgyhogy utána én 6 hétig úgy toltam a babakocsit, hogy derékszögben ödémásodott az égvilágon minden. Tehát mindent, az utolsó pillanatig mindent kipróbáltunk. Tehát volt ez a balún, ugye ez a felfújható lufiszerű valami, ami tágít, akkor nyilván oxitocin, kézzel tágítás, az összes módszer, ami nyilván ilyenkor szóba jön, és belül tulajdonképpen nagyon megsínlette a maga a méh. 6 héttel a császár után én még így remegve mentem, hogy Jézusom, mindjárt koncert van, hogy fog én egyáltalán ülni vagy állni. Úgyhogy az első császár az rettenetes volt. Koncert meg volt? Meg, persze, lement. Ha meg kemény csaj vagy, azt lement, a... Lement, remegő bérrendszerrel, pánik közeli állapotba, fölmentem a 3. szám után már fölálltam, ugráltam. A 2. babánál már úgy féltem, hogy hát egy császár után, ugye mindenki azt mondta, hogy egyenes az út a második. Igen, de én nagyon nem akartam. Az első baba után, ugye Benjike után rám valamilyen ősanyaság így a hatalmába kerített, és így a terhesség felétől én céltudatosan szülni akartam, de nagyon. Mindennek utána néztem, az orgazmikus szüléstől kezdve a szabadon szülés, a vidám szülés, mindenféle ilyen műfajok vannak, és videók ezreit néztem meg. Megint túlhordtam ugye a babát, de nem sokkal. Tehát 47 plusz 3 napnál azt mondták, hogy jó, akkor be kell feküdnem. És mondtam, hogy de hát még van másfél hetem. Tehát addig ki lehetne tolni. A Benji képest, igen. Igen, még volt időn. Pánikoltam, és sírtam, és könyörögtem, és nem akartam, és ugyanaz megint a forgatókönyv elejétől végéig. Most egy kicsit a másik Annához fordulok, mert hogy te meg, amellett, hogy látjuk, hogy gömbölyödik a pocakod, de te valójában dúlaként dolgozol, és pont arról szól a te munkád, hogy a hölgyeknek abban segítsél, hogy ne kelljen ezt átélni. Kiegészíti egy dúla munkáját tulajdonképpen az orvosnak, a szülésznőnek, a védőnőnek a munkáját, akik inkább ezekre a testi folyamatokra koncentrálnak, az annak a végigkövetése a feladatuk. A dúla meg pont azért van ott, mert hogy tudjuk, hogy ez egy lelkileg is más állapot, és egyébként emellett, a lelki támogatás mellett, meg egy ilyen információs bázis is tud lenni egy dúla. Te magad is egyébként úgy szültél, ugye, hogy először császármetszésed volt, de akkor már dúla voltál? Nem. Hát azért lettem. És akkor, amikor így megéltem a második szülésemet, ami ugye egy sikeres hüvei szülés volt, egy ilyen, tehát nagyon-nagyon sokhoz, tehát hogy ilyen utánajárást igényelt, és akkor az az élmény, hogy ez úristen, hogy ez milyen is lehet. Tehát, hogy így milyen az, amikor a szülés élménye, tehát hogy ez mennyire egy ilyen kulcsélmény. Facebookon találkoztam egy nagyon-nagyon jó csoporttal, más állapotot a szülészetben. Nevű csoporttal, ez egy zárt csoport, és minden kérdésemre, ahogy az orvosokkal kapcsolatban, mint a módszerekkel kapcsolatban, abszolút megtaláltam a választ. Tehát én éjszakánként 4-5 órákat ezt böngésztem. Könyörgöm. Azoknak a nőknek próbáljuk felhívni a figyelmét most már, akik az elsőnél tartanak. Tehát, hogy ezzel nem kell átesni. Igen. Ha az ember már először úgy megy oda. Úgyhogy kismamák, tessék a legelső szülésre is nagyon felkészülni, és jól utána olvasni.